Szevasztok gamerek! A mai videóban ismét nézői visszajátszást fogunk megtekinteni, amit Heatwave Zacsi küldött be nekem az EBR 105-össel. És tudom srácok, hogy nagyon-nagyon sokan utáljátok ezeket a kerekes taliskákat a játékba, én sem vagyok a túl nagy rajongója ezeknek a tankoknak, de Zacsi itt egy nagyon-nagyon szép játékot mutatott be, nagyon pörgős lesz ez a csata, úgyhogy szerettem volna mindenképpen bemutatni nektek. Úgyhogy Liveboxon játszunk, ez alapvetően egy nagyon-nagyon jó könnyű tankpálya, lehet rajta jókat spotolni, lehet rajta jókat sebezni, úgyhogy nézzük meg Zacsi mit fog csinálni. Ugye nullás sor felé vesszük az irányt, felállunk ide a standard bokorba, megnézzük, hogy hány tank érkezik erre az oldalra. Nagyon jó, hogy nem megyünk le egyébként az alsó részre, mert oda beszorulhatunk, az ellenfél ránk esik, ugye 5 tankkal, míg az EBR mozgékonysága sem lesz elég ahhoz, hogy kijöjjünk a gödörből, úgyhogy nagyon-nagyon tetszett, hogy nem mentünk le egyből és próbáltunk meg agresszívan játszani. Így ugye van egy ingyen lövésünk az EBR-re, plusz még el is spotoltuk, és az ellenfél EBR játékosa az már eléggé kevés HP-n van. Ugye mindig szoktam mondani, hogy a könnyű tank könnyűtankozáshoz szerintem a legtöbb pályán ugye az a legjobb tippem, hogy próbáljátok meg mindig kijátszani az ellenfélnek a könnyű tankját, és akkor sokkal könnyebb dolgotok van. Ugye a felső részről most átjöttünk ide az alsó részre, kihasználtuk a bokrot, és a Kramwagenbe tudtunk egyet lőni, ami nagyon-nagyon kellemes volt, így már kevesebb, mint fél HP-val érde ugye az agresszív pozícióba. Ugye megvártuk, míg eltűnünk spotról. A VZT-re egyébként egész okosan próbált játszani, hiszen megvárta nagyjából azt a 10 másodpercet, és próbált egyet ide blindolni a bokorba, de Zacsi még időben vissza tudta húzni, nem ment ki, és így nem kapott lövés attól a VZ-től, az nagyon-nagyon fájt volna, hiszen utána nagyjából egy lövésesek leszünk mindennek. Ugye azt nézzük, hogy itt az ellenfélnek sokkal-sokkal több tankja van, nézzétek meg, itt vannak legalább hát egy ilyen 6 tankkal vagy 7 tankkal, meg csak 3-an vagyunk itt, a Progettónak már kevés a HP-ja, a Leopard az nem fogja tudni sokáig tartani azt a Kramwagent, VZTD-t és ami még ugye esni fog ránk, úgyhogy itt szerintem Zacsi nagyon-nagyon jó döntés hozott, ugye megpróbál visszavonulni. Hogyha ott marad és segít a közepes tankoknak, akkor ő is ugyanúgy meghalt volna, és ezen a pályán nagyon-nagyon fontos a könnyű tanknak, hogy minél tovább életben maradjon, hogy a többi tanknak ugye tudjatok spotolni. Jó, vissza is húztuk, egyébként a két közepes tankunk az ugye lehalt, ez ugye várható volt, és visszajöttünk ebbe a pozícióba. Na most, ami ezzel a pozival probléma szokott lenni, hogy ez egy nagyon-nagyon jó pozíció, kispotolod az ellenfelet, hogyha itt megpróbál végigjönni, ugye nagy nyílt terepen kell ugye végigjönni az ellenfélnek felét, ráadásul ugye dupla bokrozni is lehet, ugye ki lehet dönteni ezeket a fákat, és akkor nagyon-nagyon jó fészket lehet itt építeni. Nekem a legnagyobb problémám ezzel a pozícióval mindig az, hogy a páncélvadászok valamiért inkább így szeretnek játszani, és nem igazán jönnek vissza ebben meg ebbe a pozícióba, hogy lőjék az asszisztomat, vagy amit ugye spotolok, és hát most Zacsinak sincsen túl sok támogatás, hogyha megnézitek. Ugye alapvetően azzal a pozíval, ahol az FATD-k állnak, az a baj, ami most is történik, hogy jön egy közepes tankjátékos, egy könnyű tankjátékos, dob egy spotkört, és ugye az ellenfél, ugye Kemper TD helyéről, ugye szétlövik ezt a pozíciót, és innen nem tudsz kifutni, mert nagy nyílt mezőn kell ugye átmened, és pár másodperccel ezelőtt még volt két teljes HP-s vagy full HP-s FATD-nk, és most eltűntek. Ahelyett, hogy mondjuk itt álltak volna hátul, és tudtak volna nekünk ugye segíteni. Ugye érkezik fel egy M60-as, ugye dupla bokorból ugye kispotoljuk, hiszen van rajtunk parancskilátásrendszer, távcső, illetve töltésgyorsító. Még kispotoltunk, gyorsan adunk bele egy lövést, de hát innen is futnunk el, srácok. Igazából az a mérkőzés, ez kb. Olyan, hogy bemenjünk az egyik pozícióba, utána futunk el onnan, visszább jövünk, futunk el onnan. Folyamatosan tol minket az ellenfél, és folyamatosan ugye, húznunk kell ugye hátra. Nem állunk jól egyébként, 1-6 az állás, az ellenfél 5500 HP-val vezet, nagyon nem néz ki jónak ez a mérkőzés. Úgyhogy nézzük, mit tudunk itt csinálni. Ugye a 430-unk ugye visszajött bázist védeni, ugye most spotol nekünk, de megint az egy nem jó pozíciónak a tanulnak, hiszen le lesz tolva, túl sok ellenfél érkezik. De amíg ugye a mezőn jön át az ellenfél, addig tudunk egy pár lövést leadni rá. A második lövés az már bemegy a VZTD-re, nagyszerű. 2300 sebzésnél járunk. Ennek az EBR-nek egyébként nagyon jó a tűzereje. Nem a DPM-en magas, de viszont az ágykezelhetőség az hihetetlen jó. És ugye nagyjából ez a 10 másodperces uratöltés az lehetővé teszi azt, hogy felmenjetek a bokorba, lőjetek egyet, ugye spoton vagytok, leesik a 10 másodperc, ugye amíg uratöltötök, és utána megint felmentek a bokorba, és megint tudtok lövöldözni. Ahogy mondtam nektek, a 430 óra rásik 60 tank, próbálom neki segíteni, tehát nyilván, ahogy mondtam, ennek a tanulnak nem 4-5 ezres DPM van, és még hogyha annyi is lenne, ennyi tankot nem tudunk róla leszedni időbe. Viszont a VZT-d az egylövéses lesz, illetve az M60-asba is lövünk egyet, így már 3500 sebzésnél járunk, és ha nézem az egyes sort, az valamilyen szinten sikerül kitolnunk, úgyhogy valamilyen pályakontroll
az talán elérhető lesz nekünk. Ugye alapvetően az a legrosszabb egy pályán, hogyha beszorulsz egy kis részre, és az ellenfél több szögből tud rá támadni, mindig ezt szeretnéd ugye elkerülni. Érkezik a Kramwagen, próbáljuk szemből ugye beütni, de az a gond, szemből ugye a Kramwagennek a páncél ilyen V alakú, és hogyha picit is mellé megy a lövésünk, akkor már ugye lecsúszik. Sajnos nem tudtuk beütni. Ugye elindult a cap, és szépen amúgy fognak el a nehéz tankok, ugye ott a 700-at mellett már egy 260-asunk az meghalt, a 140 bent van a gödörben, nem fog tudni nekünk segíteni, ugye itt a városba harcolnunk kell. Az M60-asban lövünk egyet, nagyon szépen befűztünk egy lövést úgy, hogy nem kaptunk érte mi. A Kramwagen most belénk adott egyet, de ez még nem olyan nagy probléma, mindig van 843 HP-nk. Ugye az AX az most lőtt, hogyha belelövünk egyet, utána egy lövés is lesz, de az épület az előttünk van, és így nem tudjuk meglőni. Nézzük, hogy kijönne a célkeresztünkbe. Ja, meglőtte az épületet az AX. Ugye próbálnánk rálőni egyet, de az a gond már, ugye letolták a tankjainkat, ahol volt a 260, illetve a 705. Így most már onnan is lövöldöznek minket, 440 HP-nk van, vagy 439. Sikerül egyet adnunk az AX-be, viszont eléggé alacsonyat rolloltunk, így nem fogjuk tudni kivenni a következő lövéssel, hogyha nem rollunk egy magasat. Esetleg egy repeszlőszert lehetne lőni a seggébe, de nem fordul meg egyelőre. Ugye jön az ART lövés, nem minket lő. Ugye itt vagyunk a PZ-7-essel, illetve az IS-7-essel, és nézzétek meg, az ellenfélnek azért bőven-bőven vannak még tanki, ugye 27 másodperc van a foglalásból, ugye az IS-7-es elindult, hogy reszeteljen. Nagyon jó lenne kiiktatni valahogy ezt az AX-et, és akkor utána mi is tudnánk egy picit könnyedebben mozogni. Az IS-7-es megcsinálta a resetet. Itt kinézzünk a bokorba, ez nagyon jó pozícionálás Zacsitól. Mi nem spotol ki minket az AX, nézzük, be tudjuk előni. Az alap APC-re átítésünk nem a legjobb, hitet meg nem tudtunk lőni, mert ott volt előttünk valamilyen tereptárgy. Ugye 190-es az alap lőszer átütésünk. A második lövés sem megy be az AX-re. Közben jön az EBR a városba, szóval jól lenne kilőni. Egy lövési HP-n van. El tudjuk kapni. Kispotoltak minket, ez nagyon-nagyon nem jó, hiszen az ellenfélek így már van infója arról, hogy mi történik. Közben az IS-7 megölte a VZTD-t. És mit fogunk itt csinálni? A HP előny az nekünk van meg, a két nehéz tank miatt. Ugye arra számít Zacsi, hogy mögülünk fog jönni az EBR játékos, ami eléggé valószínű egyébként. Már nem tudom, hogy át tud-e úgy menni, hogy a PZ-7-es ne spotolja ki. Mert szerintem amúgy nem, úgy ott áll az utcának a közepén, szerintem nem tud úgy átkúszni. Mert pontosan nem látom, váljátok, hol van a PZ-7-esünk. Hát talán, hogyha itt nagyon hátul megy, akkor át tud slisszanni jó timingba, és akkor tud jönni, de nem valószínű. Érkezik az arti lövés. Ja, Mino az két lövésnyi HP-n van. És szerintem is Zacsi úgy dönt, hogy megpróbál kifutni, és megpróbál egy kis pályakontrollt visszaszerezni. Hiszen mondtam nektek, hogy az a legrosszabb, hogyha beszorultok egy bizonyos részre, mert akkor az ellenfél több oldalról ugye szétlőtiteket, és nem tudtok vele mit csinálni. Így szerencsére a kerekünk leveszi lövést ugye az AX-től, ezért szokták utálni a játékosok ezt az EBR-t, mert a kerék a legjobb páncél tud lenni a játékban, hogy a panzer lövés simán el tudja nyelni. Mivel ugye nincs mögötte test, és így csak a kereket ütöd át. Nincs mögött a test, amit meg tudjál sebezni, akkor ugye nem fog beadni rá a játéksebzést. Ugye eltűntünk spotról, és nézzük, be tudunk-e úgy menni ide a pozíciónkba, hogy nem kapunk spotot, és úgy nézem, hogy igen, be tudunk menni. Ugye két nehéz tank az tudja magát tartani a városból, úgyhogy szerintem ez egy jó megmozdulása lesz Zacsinak. Jövünk itt a szélén, arra kell figyelni, hogy lehet, hogy most látott minket a két közepes tank ugye kijönni a városból, lehet, hogy majd ránk jönnek ketten, és ez amúgy meg is történik, ugye érkezik az SPB, ugye a bokorból kiszpotoljuk, adunk rá egy lövés, így egy lövésnyi HP-n marad, ő nem spotol ki minket, és mindjárt betöltöttünk, nagyon fontos lenne ugye kiszedni, ugye látjuk, hogy az AX nincs itt, hiszen spotolódott a Super Conqueror mellett, tehát az miatt nem kell aggódni, közben a Minotauro meghalt, a PZ-7-esünknek sikerült ugye kilőnie. Innentől kezdve ugye az ellenfél van beszorulva, mert mi tudunk ugye bemenni melléjük, mögéjük. Közben az IS-7-es meghalt az Artitól, úgyhogy egy 2v3-as szituáció alakult ki. Mennyi HP-n vannak? Az Eskonk az két lövés, meg az AX is két lövés. PZ-7-esen mennyi HP-n van még? 1381-en, még egy pár lövés kibír. Három lövés nagyjából kibír a PZ-7-esünk. Úgyhogy egyelőre nem kapkodjuk el itt a dolgot, hiszen nincsen információnk arról, hogy hol van az AX, hol van a Super Conqueror. Ugye szakaszban is vannak,
Tehát valószínűleg összedolgoznak. Itt egyébként nagyjából ez az opciónk van, hogy levárjuk, hogy az ellenfél csináljon valamit, vagy nagyjából még annyit lehetett volna csinálni, hogy esetleg megpróbálni elkezdeni mögéjük mozogni, és fölmenni arra a TD dombra, ugye az ő TD dombjukra, és hát honnan hátba ki tudjuk spotolni őket. Ugye PC-hetesünk elveszített egy lövésnyi HP-t, viszont nincsen információnk arról, hogy honnan kapta. Ugye ott van a Conqueror, most ugye a PC-hetes rámegy, ugye nyilván most keressük az AX-et, most a legfontosabb információ az kell, hogy legyen, hogy hol van az AX. Ugye látjuk az AX-et, ugye balra spotolódott tőlünk, nincs itt benne a harcban, 402 HP-ról nem tudjuk kilőni egy lövéssel, hogyha csak nem rólunk magasat. Ugye kinézünk, és az lánctapát nem ütöttük át, jobb lett volna az albázára lőni, az fixebb átütés. Közben a PZ-7-esünk sajnos nem üti át a lövését, és így még mindig életben van a Conqueror. Na, a következő lövése már jól lenne átütni, benne maradt 2 HP, valószínűleg a PZ-7-esünk azt le fog halni, nem, a Conqueror is elrontotta a lövését, most mindenképpen ki kéne lőnünk a Conqueror, de ezt a PZ-7-es megteszi, úgyhogy most jön az AX kilőni a PZ-7-es, adunk bele egyet, az AX elrontotta a lövését a PZ-7-esre, már mindenki kapkod, mindenki izgul, mindenki izzad, viszont nagyon jó az AX uratöltése. És ki tudja venni a PZ-7-es, de nyilván addigra meg már mi be fogunk tölteni. Ez nagyon jó megmozdulás volt egyébként Zacsitól, hogy közelebb mozgott, nem próbált meg ugye távolról lövöldözni, és behozta ide az ágyúját. Közben az Arti elhibázott minket, és hát innentől kezdve ez egy snack, srácok. Az Arti, ez egy snack, amit így a végén letlőttök, és akkor így Zacsi ebbe a pillanatban így megtörni a homlokát, hogy hú, ez egy igazi érdekes mérkőzés volt. Ugye nézzétek meg, ugye nem igazán van asszisztunk, ugye van 425, amit még a meccs elején farmoltunk össze. Azon kívül van 6000 sebzés. Ez egy tipikusan olyan meccs volt, hogy nem igazán volt csapattárs, akinek spotoljunk. Ugye előre mentünk, kispotoltuk az Ebert, ott volt egy-két lövésünk. Ugye ott segítettek nekünk a közepes tankok. De aztán a közepes tankok megpróbáltak agresszívan játszani, tornyozni, és lehápéztatták magukat. Nyilván, hogyha ott maradunk, akkor mi is lehalunk, ahogy mondtam. Már rég vissza kellett volna vonulni a közepes tankoknak. Amikor elszpotoltuk, hogy jön, bocsánat, srácok, jön az ellenféltől nem tudom hány tank, 3-4 tank, akkor már ugye futni kellett volna a közepes tankoknak. Ugye mi beálltunk volna a bokorba, a közepes tankok mögénk, az FTT-nek is ugye látják, hogy elvesztettük a nullásort. Tehát ilyenkor ki tudok még menni? Ki tudok még váltok? Tudok gyorsítani magunkon? 6-os, 7-es, 8-as? Na, nagyjából ennyivel tudok repülni. Egy picit ezt megmutatom, srácok. Ami ez nagyon-nagyon fontos információ, hogy hogyan is érdemes játszani ezt a pályát. Hogyha erről az oldalról vagytok, és azt látjátok, hogy az ellenfél sokkal agresszívabban játszik itt, és meg tudja szerezni ezt az alsó részt, tehát itt a medret azt elhozzák, akkor igazából nektek innen azonnal futni kell. Tehát akármilyen jó tankkal vagytok itt, akármilyen erős tankkal vagytok itt, szinte az összes szituációban futnotok kell, mert ugye tegyük fel, itt álltok, vagy itt tornyoztok, ugye egyszer rátok fognak nézni onnan, aztán elkezdenek már innen rád nézni, aztán már innen is, és nem igazán tud téged lefedezni a csapat, mert általában a csapat ugye ott fog hátul állni, és odáig nem tudnak ugye belőni, nincs kirajzolási távolság normálisan, és nem fognak tudni lefedezni. Tehát, hogy olyan történik, hogy elhozza az ellenfel a medret, akkor ugye tornyos tanga tegyük fel mondjuk egy E5-össel vagy, és azt látod, de ez nagyon fontos, hogyha azt látod, hogy onnan a tankok, onnan a támogató tankok, mert tudok így zombolni? Váltok, így tudok. Ó, ne, újraindítottam a visszajátszást. De nem baj, én is meg tudom egyébként mutatni. Váltok, csak el kell kezdődni a visszajátszásnak, ó, félrenyomtam a gombot. Váltok, így, né. Visszajövünk ide. Hát, ha azt látjátok, hogy innen a TD-k, onnan a TD-k, meg közepes tankok átjöttek ide, és van elég tank, hogy támogasson titeket, akkor ez a pozíció nagyon jó tud lenni, mert hiszen ti tornyoztok, és innen le tudjátok tartani, hogy ezt a szöget, tehát ezt a szöget, ezt a szöget, ezt a szöget is le tudjátok ugye tartani, és ez egy jó pozíció. De, hogyha azt látjátok, hogy mögöttetek nincsen tank, akkor érdemes kifutni innen, és inkább ezt a pozíciót megtartani. És hogyha támogató TD-vel játszotok, vagy közepes tankon, akkor mindenképpen figyeljétek azt, hogy mi történik a nullás soron, mert az, hogyha az ellenfél fogja magát, és ugye letolta ott a tankokat, és azt látja, hogy hú, ott nem tud bejönni, mert ugye itt van egy tornyos tank, akkor annyit fog csinálni, hogy kifut a híd alatt, el fog jönni itt ugye végig, be fog jönni ebbe a pozícióba, ebből a bokorból, ki fogja tudni spotolni hosszú távon azt, aki ugye ott játszik, illetve ugye csak felnéz toronyból, ugye kispotolódik ez a két tank, illetve akik itt játszanak ezen a részen.
És onnantól kezdve, amit mondtam nektek, ugye, megint elindult a Tobi Szerces, onnantól kezdve, akik ott játszanak az ellenféltől, meg igazából akik sniper helyen vannak, azok ugye be tudnak ide lőni, és nem tudsz visszavonulni, mert egy hatalmas nyílt mezőn kéne ugye tovább menned, ahol volt ugye a kettő darab FATD-nk. Úgyhogy erre mindenképpen figyeljetek, ez a pályán nagyon-nagyon fontos információ, hogy a nullás soron mi történik, főleg, hogyha ezekbe a pozíciókba szeretnétek játszani. Úgyhogy még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm, Zacsi, hogy beküldted nekem ezt a visszajátszást. Szerintem amúgy hasznos volt, illetve tudtam egy picit beszélni a pályáról. Gratulálok a körhöz, szerintem nagyon szépen játszottál. Nem igazán találtam benne hibát. Lehet, hogy én egy-két dolgot máshogy csináltam volna, de lehet, hogy pont azért veszítettem volna el a mérkőzést, úgyhogy szerintem ez talán így volt jó. Köszönjük szépen, hogy beküldted. Hogy szeretnétek beküldeni nekem visszajátszást, akkor ezt a Discord szerveremben, a Votópi Replay szobában meg tudjátok tenni, vagy pedig a tankeditbusiness@gmail.com e-mail címre tudjátok elküldeni nekem a visszajátszásokat. Megköszönöm a srácok nektek a kitartó figyelmet, legyen szép napotok, jó csatájátok, és akkor találkozunk a következő videóban, vagy pedig az élőadásokon. Szevasztok!